Karikatúra szakcsoport egy éven működik a Petőfi Sándor általános iskolában, ahol a gyerekeknek Sziveri Balázs karikaturista tart interaktív órát. Úgy tűnik egyre nagyobb sikerrel, hiszen már más iskolák tanulói is csatlakoztak a szakcsoporthoz. Nagyon vicces, amiket a Balázs így rajzol nekünk, meg levelezessük a stresszét, amit így az iskolában például kapunk rossz jegyet, akkor ebben jobban eltelik az időnk, és nem gondolunk arra a rossz jegyre. Hetente, két hetente, attól függ, hogy mennyire van az ellenőrzők és felelések időszaka. Balázs ellátogat az iskolánkban, foglalkozik a gyerekekkel. Vendégdiákok is szoktak érkezni a karikatúra szakcsoportra. Főleg az ötödikesek körében a népszerű. Sziveri Balázs autodidakta módon sajátította el a karikatúra fortéjait. Munkái nem csak a helyi médiában jelentek meg, hanem romániai és amerikai lapokban is. Ez a karikatúra, ez egy ilyen kihalófélbe lévő műfaj. És nem mondom, hogy feltett szándékom, mert kicsit így hangzik, de szeretném azt, hogyha ezekből a gyerekekből, akikkel együtt rajzolunk, akiket úgymond megtanítok rajzolni karikatúrára, hogy ezekből is legyen majd valamikor karikaturista. A szakcsoport fő célja a szórakozva tanulás és a tehetségkutatás.